Egy év után ismét Nagy István agrárminiszterrel jártunk Zákányszéken, Kővári Róbert őstermelőnél, mert újabb mérföldkőhöz érkezett a magyarországi földi mogyoró termesztés feltételeinek megteremtése. A gazdálkodó jelenleg 8 hektáron termel földi mogyorót. Gazdasága amolyan kísérleti gazdaságnak tekinthető, ahol nem csak a termesztés és a feldolgozás legjobban működő technológiáit igyekeznek megtalálni, hanem dr. Balla Zoltán nemesítő fajta jelöltjei is vizsgázhatnak. Az idén a második év végéhez érkezünk a betakarítással, és a három fajta jelöltből mind a három megkapta a fajta jelölti jogviszonyt, ami azt jelenti, hogy eldönthetem, mint fajta nemesítő, hogy hány fajtát engedek CPVO listára, tehát hány fajta kerül fel szabadkereskedelmi forgalomba az országba, illetve az Európai Unióban. Most már kombájnnal takarított be a termés. Hogy tudtad a gépparkot így összeállítani? Hát ott nagyon nehéz volt, az pont akár a te segítségéddel is volt, mert volt olyan lehetőség, hogy kaptam információt, hogy hol láttatok ti dolgokat, és rengeteg utánajárással. Úgyhogy ez mind utánajárás, és az internetnek a bujása, hogy Amerikába vagy a távol-keleten hogy dolgozzák fel a magyarót. Az elmúlt 4 év a fejlesztésekről, tapasztalatgyűjtésről szólt Kővári Róbert gazdaságában. Ahogyan tréfásan mondja, nem volt szerelem első látásra a földi mogyoró termesztés, de hogy lát benne perspektívát, az is mutatja, hogy a kezdeti fél hektárból mára 8 hektár lett. Persze nem szabad elfelejtkezni a buktatókról sem. Nagyon érzékeny a maga a mogyoró. Tehát önmagában például most épp esik az eső. Mi bent állunk egy kellemes szárítóba, ugye. És ha ez most kint lett volna ez a mogyoró, már fel is tudjuk felhasználni teljes egészében, mivel nagyon gyorsan meg tud romolni a külső hészerkezete. És ezáltal elhatatlanná válik. Hova tudod eladni a mogyorót? Hát itt a helyi piacon is el tudnám adni, el is tudjuk adni, és hogyha a fajta nemesítő programunk ugye be tud fejeződni, akkor érdeklődések vannak, esetleg komolyabb üzletláncok is kacsingatnak e felé. Balla Zoltán reméli, hogy hamarosan elérhetők lesznek a piacon engedélyezett földi mogyorófajta vetőmagok. Ez ugyanis a feltétele annak, hogy nagyobb területen is termelhessék az országban, akár hobbi szinten, akár iparszerűen. A fajta nemesítő szakember úgy tervezi, hogy ezt követően sem engedi el a gazdálkodók kezét. Egy egyesületet fogunk létrehozni, itt a Zákányszéki térségben és országosan egyaránt, ahova a termelő be tud lépni, és biztosítjuk mi a felvásárlást, akár a feldolgozást is, és így kerül piacra. Tehát mi, mint felvásárlók egy integráció keretében ezt meg tudjuk majd valósítani. Nagy István agrárminiszter úgy látja, azért is lehet jövője a földi mogyorónak Magyarországon, mert termesztésével a gazdálkodók az állattenyésztés fehérje igényének kielégítéséhez is hozzájárulhatnak. Most az lesz a következő vizsgálatnak a módja, hogy hogyan lehet ennek a növénynek a szárát felhasználni. Hiszen tele van fehérje tartalommal, olyan, mint egy lucerna vagy egy zöld borsó maga a növénynek a összetétele. Ezt is meg kell vizsgálni, hogy az állattenyésztés során, takarmazás során hogyan lehet használni. A mogyorót az embernek, a növény szárát, levélzetét pedig az állati takarmazás során. Kaphat esetleg majd ez a kis ágazat külön támogatást, mint például ugye a szója is kap külön támogatást? Így van, ezt majd kezdeményezni kell akkor, amikor már látható szinten lesz a termesztése, hogy a fehérje növények közé emeljük be, és akkor természetesen ezután is ugyanúgy, ahogy a szója, a lucerna termesztés mellé, ugyanúgy bekerülhet, és ugyanúgy megkaphatja az értejáró, terület alapban járó támogatást.